A rájátszás mindig más, itt már nem számítanak az előzmények, de azért, amikor már a második percben vezetés szerzett a Volán, az alapszakaszban négyszer is legyőzött Pusztertál ellen, sokan érezhették, úgy nem éri meglepetés Kis Dávid csapatát a negyeddöntő első mérkőzésén. Philips bombagója megadta az alaphangot, de hiába játszott, ezután is veszélyesebben a Fehérvár nem nőtt az előny, a második harmadban pedig jött a hideg zuhany. A sok emberhátrányt összeszedő hazaiak újfent kevesebben voltak a jégen, amikor egy lesgyanús helyzetben Akerson passzából Szil kiegyenlített. 3,5 perc elteltével ismét ember előnyben pedig már a vezetést is megszerezte a Pusztertál, ezúttal Age emelte fel a korongot Roa válla fölé, így két harmad után vezettek a vendégek. Vagyis beigazolódott, hogy a playoff tényleg más műfaj. Szerencsére a Volán játékosai is ennek megfelelően álltak bele a harmadik játékrészbe. Ennek bő 5 perccel a vége előtt lett meg az eredménye, Campbell neve került fel a táblára, igaz, lövésébe meg Goli is beletette az ütőjét. Óriási lett a fehérvári fölény, de újabb gól Dudaszóig nem született, aztán a hosszabbításban előbb megúszott egy emberhátrányt a Pusztertál, de ráadás harmadik percében a Hári passzával kilépő Kurált csak eldöntötte a meccset. 3-2-re nyert a Hidrofehérvár AV19. Nagyon kiegyensúlyozott volt a harmadik harmad, meg szerintem egy picit jobbak voltunk, és főleg volt egy előnyünk ott, ahol beszorítottuk őket, és nem lett gól belőle, de kb. A következő cserébe abból a momentumból tudtunk gólt ütni, úgyhogy hosszabbítás az meg egy gólom múlik, ott lesz, ami lesz, úgyhogy hál' az égnek, nekünk pattant jól. Ezzel 1-0-ra vezet a 4 győzelemig tartó párharcban a fehérvári csapat, hétfő este pedig le is játsszák a második meccset, szintén az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban.